Lelkes szurkolókból, látványos gólokból, kiváló focistákból és bajnokokból az idei Gabora gálán sem volt hiány. A sorrendben 21. jótékonysági öregfiúk labdarúgó tornát január 5-én szombaton rendezték meg a Városi Sportcsarnokban. A nemes ügyhöz az elmúlt évekhez hasonlóan most is sokan csatlakoztak. Az elmúlt 20 év alatt most már mondhatjuk, hogy közel 60 millió forint lett átutalva a kedvezményezett iskolák számlájára, és ami nagyon fontos, hogy mindig jó helyre került, mindig a gyermekekről van szó, hiszen a Gabora Gála örökös mottója ideológiák helyett a konkrét tenni akarás, és itt bizonyít megyén kívüli támogatók, a salgótarjáni emberek, az összefogás csupa nagybetűvel. Ha látják az értelmét, látják a célját, hogy jó helyre adnak, nem tudnak sokat adni, éppen ezért nagyon nagy munka nekünk, rengeteg helyre el kell menni, de viszont szívesen adnak és segítenek azért a nemes célért. Itt egy minimum 500 olimpiai bajnok, világbajnok már megfordult a Gabora Gálák alatt, és ez csak növekedni fog. Ezt nem lehet abba hagyni. Még ilyen emberek eljönnek Salgóterjánba, és ilyen az összefogás, a közönség, a zsúfolásig telve ez a sport, a gyönyörű szép sportcsarnokunk. Addig igenis ezt érdemes csinálni, és kell csinálni. A gála ünnepélyes megnyitóján városunk polgármestere Székiné dr. Strémi Melinda Salgóterján emlékéremmel köszönte meg dr. Barta Csabának a gálák szervezéséhez nyújtott segítségét és támogatását. Ezt követően a városvezető kezdőrúgásával elindult a jó hangulatú teremlabdarúgó torna. 6 csapat küzdött a legjobbnak járó kupáért, soraikban hajdani válogatottakkal, egykori sztárokkal. Az A csoportban a Ferencváros és Sasok, a Hotel Salgó és a Videoton FC játékosai léptek pályára. A B csoportban az Újpest, a Pécsi MSC és a Győri Eto mérte összetudását. Óriási érdeklődés kísérte a gála meccseket, nem véletlenül, hiszen olimpikonjaink léptek pályára. Kétszer is megmutatták tudásukat, elsőként a Sport TV válogatottal játszottak. A lelkes játék végeredménye döntetlen lett. Ennyi emberről én még soha nem fociztam. Nem is vagyok egy jó focista, de hát ugye most csapatát erősítem, vagy gyengítem. 2-2-nél beálltam, a végeredmény maradt 2-2, tehát sokat nem rontottam a csapatom. Hát elfogadtam neki azt, hogy jótékony célokra van szó, és az ember ilyenkor szívesen megy. Meg hát jó hangulat, jó társaság, jó a várost, jó a rendezvény, tehát szívesen vagyunk itt. Milyen érzés az, amikor az ember nem a saját sportágában mutatja meg magát a rajongók a közönség előtt? Ez is egy izgalom, de teljesen másfajta, mint amikor rász mondjuk egy olimpiai döntő rajtján, és nagyon meg kell mutatod, hogy mit tudsz. Ott ugye nem fér bele a hibázás, itt inkább belefér, itt maximum jót nevet a közönség, meg a haverok, meg a társak, meg az ellenfelek örülnek, tehát azért más a tét, de itt is azért dolgozik az adrenalin az emberben. Milyen volt az összhang a csapattagok között? Hát ahhoz képest, hogy most életünkben először léptünk egy pályára, ahhoz képest nagyon jó, tehát mindenki érzi, hogy hol a helye, mert úgy, hogy hol, milyen poszton kell játszania, mikor fárad el, mikor kell cserélnie, tehát ilyen baráti hangulat. Én itt most jobban elfáradtam, mint az olimpiai gyakorlatomnál. Nagyon nem mutattam meg magam, mert én ennyire tudok focizni, a mai napra ez talán elegendő lesz, de nem kezdenék futballkarrierbe. A többiek azért nagyon összeszedettek, látszik, hogy ők azért sűrűbben fociznak. Én a torna mellett nem merek sok mindent csinálni, mert eléggé sérülés veszélyes. Nagyon fontos az, hogy a gyerekekért mindig kiálljunk és ott legyünk, úgyhogy ez is egy ilyen nap, és örülök, hogy itt vagyok. Még jobban a szurkolók, akik szinte megrohamozták az olimpikonokat, előkerültek a fényképezőgépek és az autógramgyűjtő füzetek és erekjék. London óta hatalmas szeretet övezi a sikert, és ezáltal engem is, és ennek nagyon örülök, nagyon szívesen megyek oda olyan helyre, amit egy jó cél vesz körbe, ezért is vagyok itt most, és ezért focizom, amit amúgy is szeretek, és itt is érzékelhető Salgótarjánban, hogy az emberek nézték az olimpiát, szeretnek minket, ismerik a sikereinket, és ez egy nagyon jó érzés nekünk. Próbáltam magamban mindent kihozni azért, hogy a csapatunk minél sikeresebb legyen, egy döntetlenre futotta ez most, úgy gondolom, hogy ez itt egy tisztes helytállásnak értékelhetjük, és még lesz egy meccsünk, ott megpróbálunk nyerni. És ez sikerült is. Az olimpiai csapat másodszor a Gabora tímmel lépett pályára. Ez utóbbit többek között dr. Szabó Sándor, Farkasházi Tivadar, Nagy Majdó József és dr. Gál Zoltán erősítette. Látványos játékkal 4-3-ra nyertek bajnokaink. Valamennyi csapatnak lelkesen szurkolt Nyilasi Tibor, aki a gála állandó résztvevője, szinte már hazajár Salgótarjánba. Az elmúlt 18 évben csak öröm, csak boldogság, és hát ezért szeretünk idejárni, hiszen mint a mai este is bizonyítja a fergeteges hangulat, és azt hiszem, hogy a mai délután különleges, hiszen az olimpikonok bearanyozzák ennek a gálának a fényét,
és fantasztikus érzés látni, hogy a nézők szeretete, finoman szólva is megikleti az olimpikonokat. Egy nagyon nagy találkozás a mai, tehát ez a Gabolá gála ezért is különleges. Úgyhogy jól indul ez az év. Jó pár mérkőzést megnézett már, milyen élményekkel gazdagodott eddig? Nekem nagyon tetszik. Egy az, hogy most már fiatalabbak játszanak, tehát közelít a nagy meccsekhez. Parázs a hangulat, jó a hangulat, tetszik minden, főleg úgy, hogy Fradi Újpest döntő lesz. Véleménye szerint ki lesz a győztes? Hát természetesen azt várom, hogy a miénk még jobban játszanak, de nem lesz könnyű. A presztízs csatában az Újpest szerezte az első gólt Egressy Gábornak köszönhetően. Erre Mátyus János válaszolt. A folytatásban óriási harc indult végül Erős Károly, majd Kerényi Norbert góljával. Az Újpest megszerezte második gála győzelmét. A tornát az ünnepélyes eredményhirdetés zárta. A gála harmadik helyezettje a pécsi csapat lett. Az ezüstérmet a Ferencváros szerezte meg. Legjobbnak a lilafehérek bizonyultak. A támogatók jóvoltából nagyon sok külön díj is gazdára talált. Az aranycipő díjat az Újpest játékosa Kovács Zoltán kapta. A sorrendben 21. Gabora gála kedvezményezettje a Dornyai Béla tagiskola volt. Az intézmény a szervezőknek, a játékosoknak, a nézőknek és a támogatóknak köszönhetően közel 1 millió forinttal gazdagodott. A támogatók jóvoltából ajándékot kapott még az Agyvapálfalvai Ifjúsági Sportegyesület és a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola is.